2015-ben Jászalsó Szent Györgyön vezettük be a lovasoktatást, az általános iskola 3.-4. osztályában, és a jövőben be kívánjuk vezetni az 5.-6. osztályban is. Én 3-4 éve járok ide lovagolni, és azt szeretem a lovakban, hogy ennyire meg lehet bennük bízni, és hogy ennyire jól lehet vele kapcsolatot tartani. Kezdetben kapaszkodunk a lóhátán, igazából nem is kapaszkodunk, hanem csak fogjuk, segítünk magunknak. Ennek a szerepe az, hogy kialakuljon a lovasba a megfelelő egyensúly, a megfelelő ritmusérzék, valamint a kéztől független, a lovat segítő, könnyed, laza ülés. A tantárgy neve az lovas kultúra oktatás, heti 2 órával tanulnak osztályunként, testnevelés óra keretén belül. Rossz idő esetén kihasználjuk a oktatótermünket, ahol elméleti oktatás folyik. Itt a lóval való ismerkedés, a magyar lovas kultúrával való megismerkedés, a ló gondozása, ápolása, a többi része pedig az istállóba és a lovardába zajlik. Nyilván nincs mindig ilyen jó idő, mint ahogy most nyáron van, de tanévben a fedeles lovardánkat is használjuk. De amennyire lehet, próbáljunk előrébülni, mindig előre, és arra gondoljunk, hogy a ló előre halad. És nekünk az ülésünkkel követnünk kell a ló mozgását, tehát arra gondoljak, hogy egy gondolattal mindig előrébülök. És most szépen megpróbálunk ügetni. Erre nem voltam felkészülve. Szépen csak nyugodtan próbáljunk a két ülőcsontunkon ülni és egyensúlyozni. Kicsikorom óta szeretek az állatokat, mióta meg megnyitott a lovarda, rendszeresen járok ide lovagolni. Nagyon szeretem a lovakat, bármiha nehézségek is vannak, de én ezt is nagyon szeretem. Valamit rosszul csinálok? Nem, hát hogy érzi magát? Hát kicsit erősen kapaszkodok, lehet. Nincs rá szükség, hogy erősen kapaszkodjon, semmi szükség rá. Próbáljunk egyensúlyba ülni a lovon. Ha el akarjuk a lovat indítani, akkor egy picit hátradőlünk, és odaszorítjuk a sarkunkat az oldalához. Tehát hátradőlök egy picit, odaszorítom a sarkam, és már el is indultunk. Úgy, nagyon jó. Én nagyon örülök ennek, hogy az 5-eseknek és a 6-osoknak is bevezették ezt, hogy tessünk, kijárhatunk ide 2 órát lovagolni, és szeretnék több mindent megtanulni. A következő feladat, hogy a belső kezünket a csípőnkre tesszük. Tehát csak az egyik kezünkkel fogjuk a kapaszkodót, és másik kezünkkel pedig fogjuk a csípőnket. Jézusom, én már így is szorítottam a kapaszkodót, ez biztos jó ötlet? Biztosan igen. Nagyon lazán, nagyon könnyedén. Ez azért elég fárasztó. Mindig egy kicsit dőljünk hátra, vegyük hátrébb a vállunkat, nem húzzuk be a hasunkat, csak a csípőnket toljuk előre. Úgy bizony, úgy. Eljutunk odáig a mai napon, hogy mind a két kezünket a csípőnkre tesszük. De én már így is nagyon félek. Először csak lépésbe próbáljuk meg. Úristen! Most mindkettőt már rakjam ide? Igen. Ez biztos? Nem életveszélyes? A lovaglás az nem veszélytelen sportág, de az egyik legszebb, amit űzhetünk. Picit próbáljam a csípőm előrébb tolni, a vállam hátrébb. Úgy bizony, úgy. Így van. Elsősorban az egyensúly, a ritmusérzék fejlesztése, továbbá a tanulónak a felelősségtudata, az önálló tevékenység, az önálló gondolkodása nevelés a fő cél. Igazából azt tartjuk, hogy ha valaki a nulláról elkezd, és megfelelő ló, meg megfelelő körülmények állnak a rendelkezésére, akkor egy 30 óra szükséges ahhoz, hogy biztonságosan mindhárom jármódban megtanuljon alapszinten lovagolni.